Ahogy beszéltünk pénteken, ahogy voltam a mennybe, meg vissza tudtam járni, az tart még mai napig is. Hogy én ma napközben is, ha ki is van nyitva a szemem, látom a Jóistent, a térgyénél ott rá vagyok feküdve, és simogat engemet. Tegnaptól simogat. Aztán pénteken, ahogy beszéltünk, azt péntekre nem igen aludtam ki magamat, úgyhogy én is voltam fáradva. És ahogy beszélgettünk, arra lettem figyelmes, hogy az evangélium könyv ki van nekem nyitva. De nem emlékszek rá, hogy én nyitottam meg ki, vagy nem. Nem akarok hazudni, mert az mellékes. Azt mondom, úgy hattam, azt utána gondolkozok, akkor beteszek egy papírt, azt ha egy csöpet kipihenem magamat, akkor elolvasom, hogy nem jött valami olyan, amit kéne tudnom, vagy amit kéne elmondanom. Aztán azt úgy is hattam, azt akkor kimentünk a postára az öregecskével, elmentünk, mondom, mi menjünk a boltba valamit venni, ott két ilyen fiatal pár, mind a ketten be voltak csicsentve, az asszonka jobban, mint a férfi, de nem szóltam semmit, mert én se voltam jobb, még rosszabb voltam, mint ők. Úgyhogy nincsene, hogy nem tudnak nekik venni ennivalót. Hát vettünk is, na jó, olyan örömes, mentünk venni, vásároltam nekik, aztán főzni is tudnak, hát vásároltunk nekik, bevásároltunk. De még az asszonka, még azt mondta az ember, hogy az asszonka alapotos, hogy azért. De én nem is törődtem vele, hogyha nem is. De mikor kijöttünk, kirattuk a táskát nagy örömmel, még az asszonka azt mondja az férfi, hogy az asszonka, hogy elvetélt, hogy megjött a baj, hogy nincs pénz Violettára. Már is nem kapcsol, de utána bejött, hogy biztosan még piára kell, de bánja fenne, mert az ő életük, az én is örültem, hogyha valakitől kaptam, vagy tudtam inni. Úgy megértettem, adtunk neki pár aprót, mert még cigarettát adtunk, azt jöttünk haza, egy csöpet a lelkiismeret furdalásom volt, mert az az emberke, valamit nem tudom, mit mondtam a Jóistenről, azt mondtam, hogy én ma nem is tudok igen szlovákul, hanem csak magyarul, vagy csehül. Azt mondja, megszólalt, jó, én is tudok magyarul, én Budapestről vagyok, hogy ott hatta a feleségét, mert hogy félre félt, szépen mondva, és csúnyában mondta, van ki gyereke, de láttam, hogy az asszonka, hogy be volt csicsantva ideges, azt ma úgy zavar el a kezével is, azt azért csöpet olyan rosszul esett, de bánja fene. Aztán én hazajöttem, azt én elolvastam azt az oldaldan fáradtan. És arra szeretnélek megkérdezni, hogy én meg is jegyeztem, mert nekem az a szó, ami tennap jött a ti általatok, az egész ide alatt, mikor elkezdtem hallgatni azt a 3 órás felvételt, egyszerűen hallgatom, az már közeledett a végi fele, az jött az a szó, de nem akarom még kimondani, mert én átfordítottam a telefonon magyarra, de nem tudom, hogy jól fordította le. De a János evangélium 19.28. versét, hogy ezt felolvasnád, és ha nekem az jött ki, hogy kész. És majd ezek után, de még el akarom mondani, mert ahogy te elmondtad, hogy mutattam meg neked a Jóisten a mennyet, azt a végén mondtad, hogy bevégzetet. Én azt átfordítottam azt is szere, hogy mit jelent, hogy az nekem úgy valahogy fordította át, hogy közeledik a vég. És nekem tegnap, ahogy hallgattalak titeket éjszaka, fél egykor, én rendesen a szívem elkezdett dobogni, csak az a szó jött nekem, dokonánus, dokonánus, ha átfordítottam, azt jelenti, hogy kész. Hogy én valójában kezdtem úgy összerakni az én kis buta fejemmel, hogy mit jelenthet ez az egész. Mert én láttam a Jóistent is, megint csak simogatott, azt én kérdezem tőle, hogy hol vannak a többiek. Azt egyszerűen megmutatta, hogy egyszerűen, mintha a János bogarakban kis fények, tele voltak körülöttem kis fények, még a szakála is világított, mosolygott, és tovább is simogatott. És ez a szó, ez a kész, ez a dokonána, és csak jött és jött, és ma a tendencia van ki, de mondom, hogy hol nem igaz, hogy is tudom, hogy rossz a szignál, itt az ülös, hogy fekszik a párom az internet mellett. Renáta, mondd újból, légy szívesen, nem hallottam. Mondd újból, mert nem hallottam az utolsó. Mondd újból, mert nem hallottam az utolsó néhány mondatot. Tehát a kész és utána, tehát mondtad, hogy kész és utána. És az, hogy ez a szó jött nekem egyfolytában, az a dokonánod, de csehül, de én fordítottam át éjszaka, hogy mit jelent, az jött, hogy kész. De ez van beleírva a János evangélium. Szent János bogarakat mondtad, a Szent János bogarakat, hogy világítottak, meg minden, és utána, amit mondtál, aztán már nem hallottam, mert megint elment a hangot. Igen, hogy
tele voltál, jó Isten, ilyen világított, világított a szaka alá, világított a fél körül a testénél, tele, akkor tudtam, hogy a mi lelkünk, a lelkeink, a mieink, mikor kérdeztem, hogy hol van, utána már világított nekem. Azt nem tudom, hánkor, fél háromkor, vagy fél négykor, olyan tendencióm volt, hogy begyújtan egy gyertyát. Azt nekem az Ágblák párkányon volt több gyertyácska, olyan kicsike, bárna, világosabb bárna, meg hófehér. De nyúltam, már is, ahogy nyúltam, az volt a hófehér, azt elvettem, azt elvittem az ablakhoz, azt egészen nem lehet lehúzni a rolót, csak egy kicsit, azt meggyújtottam azt. De nem hattam olyan sokáig, van egy és fél órát égni, mert egy csöppet, hogy sötétség volt, rossz volt nekem, hogy az világított. Hát kérdeztem, hogy csak nem baj, hogyha elóltam azt a gyertyát, ha elfújom. Elfújtam, és ennyi volt az egész. De ez a kész, ez a dokonánó, ez csak jön nekem megjött. Azt én nekem valahogy az úgy jött, ez az egész dolog, hogy te azt mondtad, ahogy mondtad, hogy evel bevégzetted, és nekem meg az jött, hogy már kész. Hogy már kész van minden, és tegnap nekem már megmutatta a lelkeket is, hogy világítunk, hogy világítunk. Mert én nem világítottam, én csak ott voltam a térdén, ő simogatott. Azt akkor, amikor kértem, hogy hol vannak a többiek, kérdeztem, akkor megmutatta nekem ezt a világosságot. De amint egy kis Szent János bogarak, a fények voltak, tele volt körülötte, tele volt az egész teste fényekkel. És nekem csak ez a kész, ez a szó, ez a kész, hogy ezt kell mondani nekem, nektek, neked főleg, hogy kész, kész, kész. De szeretném, hogy elolvasnád a János evangéliumot, hogyha megtanulná a 19-28. verse, hogy ugyanazt a jelenti, amire volt nekem átfordítva. Hát azt mondja, hogy ezután tudván Jézus, hogy immár minden elvégezhetett, hogy beteljesedjék az írás, mondta szomjúhozom. Igen. Tovább. Vala pedig ott egy ecettel teli edény, uh-huh. Azok azért szivacsot töltvén meg ecettel, és izsóbra tévén azt, oda vivék az ő szájához. Mikor azért elvette Jézus az ecetet, mondta elvégeztetett. Na, elvégeztetett, ez nem vég, hanem elvégeztetett. Ez volt, ez a szó, elvégeztetett, igen, dokonánó, elvégeztetett. És ez nekem csak körbe-körbe ez jött a fejembe, a szívembe, a lelkembe, és csak ez, hogy ezt kell nekem elmondanom, hogy elvégeztetett. Azt én, ahogy lehet, hogy én ezt rosszul értettem meg, de nekem, ahogy téged hallgattalak, te azt mondtad, hogy is elvégeztetett, te is ugyanazt mondtad, ugye? Hát én már nem emlékszem, de lehet, hogy valami ilyesmit mondta, vagyis mondtam én. Itt arra gondolok, hogy... Bevégzetet, vagy hogy az egyforma... Nem, ezt mondtam, hogy elvégezhetett, ezt mondtam, ezt szoktam mondani. És tegnap, ahogy volt beszélve a Haráról is, meg ahogy Kinga beszélt a Nagyikájáról is, meg minden, az nekem pont az jött, hogy Jézust is, hogy pont... Akkor megölték, valójában akkor keresztre feszítették, az ő azt mondta, hogy bevégzetted, hogy el van végezve ez a dolog. Hát nekem úgy jött, hogy még meg is hihettem, hogy már nem az, hogy nem ez a jel, hogy már vége van, hogy be van végezve, hogy legyünk felkészülve, hogy ha akár mi is jön, hogy fel legyünk készülve, és mutatta, hogy ott vagyunk mellette, hogy nem kell félni, hogy világítsunk az egészen. Nem tudom neked, Attila, kedves édes Attilácskám, hogy neked mi jön evel, mert nekem egyszerűen ez jött, és én nem is tudtam aludni megint, én málig vártam, hogy reggel legyen, azt megint tudjalak hívni. Csak egy csepet megijedtem, mert... Drága, nem kell megijedni. Az, hogy elvégeztetett, ugye igazából itt arról volt szó, hogy ugye itt Jézus gyakorlatilag itten, hát meghalt, kilehelt a lelkét, egészen pontosan szabadon engedte lelkét, ugye? Azt jelenti, hogy azt a munkát Isten elvégezte rajta, és ő általa megmutatta nekünk, hogy azt a munkát hogyan végzi el rajtunk is, hogy hogyan feszíti meg a mi testünket, ugye, hogy hogyan veszi le a bűntestét rólunk, és hogyan válunk olyan Szent János bogarakká, amit te láttál álmodban, hogyan tudunk világítani, érted? Hogy azt a munkát ő végrehajtotta rajtunk is.
megmutatta, hogy mi az út, az igazság és az élet. És most már ugye a Krisztusnak a lelke velünk van, és igen, tudunk világítani, és mostantól hát bármi jöhet, akár hogyha le kell tegyük a testünket, akkor letesszük, ha kell, akkor felvesszük, és hát világítunk, nem? Végezzük a munkát. Megérünk egy néhány részeg embert, néhány alkoholistát, és elvégezzük azt a munkát, amiben megbíző minket. És ha kell, akkor hazamenjünk, akkor, amikor hív minket. Igen. Mert ilyesmi valami nekem is jött, hogy nem az, hogy levettük a régi testet, és ezzel az jött nekem, hogy levettük a régi testet, hogy ebben be van végezve, és most már mind lelkek vagyunk. Ez is jött nekem, látod, ha így beszél, mert nekem annyi minden jött körülötte éjszaká, hogy én tisztán, én ma tisztán mis más voltam pontosan, belőle. Pontosan, Renáta, pontosan ez van, amit mondasz, hogy ugye te korábban féltél. Igen. És sírtál, és minden baj volt. Az a test miatt volt. Akkor még test voltál, érted? Akkor még test voltál, és most már lélek vagy. Megfordult. Akkor, amikor Isten téged magához ölelt, és ugye megmutatta neked a mennyes az jelenlétét, akkor megfordult. Akkor már te nem az a Renáta vagy, aki voltál mostanig. Azt mondja Jézus erről, hogy adok mindenkinek egy fehér kövecskét, és rajta egy névvel, amit csak ő tud. Tehát már te nem az a Renáta vagy, neked már nincsen múltad, Renáta. Neked nincsen múltad. Neked már nincsen meg az a történelem, amit te átéltél. Az már nem tartozik hozzá. Te az a testé. A testé, amit legyőzött Istennek a lelke. A Krisztusnak a lelke legyőzte azt a testet. Most már a léleknek, az igazi Renátának most már hatalma van a test fölött. Isten által, Krisztus által. Te már oda nem mész vissza a régibe, ahol voltál. Nincs, ahogy visszamenjél. Mert Krisztus által legyőzte a lélek a testet. A testi Renátát, aki szenvedett, aki fél, akinek minden problémája volt. Tehát vége. Igen. Ez igaz, mert édesanyám is nagyon beteg, ahogy írtam is, és nem jobbul a dolgai. És valójában a párom is pénteken úgy hívott, hogy nem tudott felhívni, hát meg volt ijedve, azt hitt, hogy édesanyám miatt. Én ahogy beszéltem neki, hogy én nem gondolok se halálra semmire, mivel én tudom, hogy halál nincsen. Én olyan nyugodt vagyok, és én úgy örülök a betegségének, mert akárhogy is lesz, akkor már tudom, hogy a mennyekbe lesz, az édesapával lesz. Még a mi kedves mennyei apukánká lesz, úgyhogy én... De hogyha egy cseppet kiszállok a lélekből, akkor te szállj, mindjárt visszatérek. Hogy ez is olyan csodálatos dolog, hogy én tudom, hogy azelőtt én kikészültem volna emiatt, hogy édesanyám, hogy ne adj Isten, vagy adj Isten, hogy elviszi őtet, vagy magához hívja. De mostan olyan könnyen veszem ezt a dolgot, hogy én ezt fel sem tudom fogni. És a párom megvan lepődve, lehet, hogy egy cseppet fél is, hogy mi zajlik bennem. De az az isteni szerencse, hogy szombaton vagy pénteken így beszéltünk mindkis egy csöppet így a testről, meg hogyha elszáll a test, meg hogy nincs halál, hogy engedte, hogy beszéljünk. És én úgy megpuszilgattam őt, hogy jaj, mondom, Zdenyek, annyira örülök neki, hogy beszélhettem róla, mert én aludtam el, de úgy felébredtem, mint egy bagoly, úgy kinyitottam a szememet, mikor elkezdtünk róla beszélni. Yeah. Ilyen kedvesen álltam, ilyen. Volt olyan nekem is nagyon sokszor, hogy jött a barátom hozzám, és elég későn jött, mit tudom, éjfél után, és mondom, pont ilyenkor jössz apám miatt, én itt alszok el már. Feljött hozzám, és elkezdtünk beszélgetni Isten dolgairól. Úgy felélénkültünk, úgy felébredtünk, mint ha soha nem lettünk. Azt sem tudtuk, hogy mi az, hogy álom, álmosság, és reggelig beszélgettünk, reggelig. Na ilyen, amikor Istennek a lelkes, Istennek az igazsága legyőzi a testet, és megelevenít. A test hiába vagy erőtlen, hiába vagy esik összes, jaj, álmos vagyok, jaj, mi vagy te, fáradt, álmos, Isten jelenlétében, miről beszélsz te? A mindenható, hatalmas Isten jelenlétében, hogyan lehetnél te fáradt és álmos, amikor az igazságról van szó? Igen, pontosan, ugyanígy vagyok én is vele, hogy elmondok, pont ezek történnek velem is. De igen, csodálatos. Hát most meg is nyugodtam, mert én mondom, mert én olyan vagyok, hogy én még sehol semmi, azt már elkezdek türkölni, mintha valami égne ház. Én már azt hittem, hogy ez az, hogy el kell mondanom sürgősen nektek, hogy legyünk felkészülve, hogy már itt van a vég, és közben az lesz, amit a másodszára, hogy ketten
megoldottuk, hogy valójában, hogy leöltöttem a régi testet, és most lélekben vagyok. Ekkor ez volt. Ez az istenitesen sokáig örökön-örök kiránáta. Ez az újjászületés, amikor Isten bevégezte a munkát. Jézus is újjászületett akkor, úgymond, pedig neki nem volt szüksége, mert ő tiszta volt, de viszont megmutatta nekünk, hogy mit jelent az újjászületés, amikor a testnek a hatalmát teljesen úgymond legyőzte a lélek, és hagyta, hogy itt van a testem, öljétek meg, és te is hagytad Renáta, lélek által Isten téged elvezetett ki a pusztába, hogy szenvedjél, hogy engedd, hogy a test meghaljon, hogy ne a test akarjon élni, ne a test akarjon erőködni, te ezt engedted a Jóistennek, és ő elvégezte benned. És így a lélek legyőzte a testet, és most már az igazi gyermeknek, vagy az igazi Renátának most már hatalma van a test fölött. El van végezve a munka benned, és tudsz világítani, mint a Szent János Bogár az éjszakában. Ja, ide köszönöm, megnyugodtam, mert én már tisztára, én azt hittem, hogy már ez, hogy ez a végzet, hogy ma ezt kell elmondanom nekünk. Azt a végén egész más alakult, ahogy gondoltam én is, csak elfelejkeztem, mert nekem ez a vég olyan volt, hogy már ezt muszáj elmondani, sürgős elmondani, hogy mindenki gyorsan tudja meg, hogy készülődjünk a mi apukánkhoz. Te, győr, amikor jön. Megértetted velem ezeket a dolgokat. Végezzük azt, amit kell végezzünk az alkoholistával, vagy bárkivel. Például olyan is csinálsz, hogyha mit tudom én, ilyen szituációba kerülsz legközelebb, hogy ugye az alkoholista eszedbe jutatja azt, hogy hogyan voltál te is. És akkor neki ugye kér pénzt, és biztos alkoholra kéri. De akkor mondasz neki néhány kedves szót. Tudtad azt, hogy Jézus téged szeret. És tudtad, hogy van sokkal nagyobb érték, mint az alkohol. Itt tessék itt a pénzt, csinálj azt, amit akarsz vele. Itt a pénz. De van egy hatalmas kincs, ami igazán oltja te szomjúságot, az Úr Jézus Krisztusnak a vére, az ő szava, az ő tanítása, érted? Adsz neki egy kicsi pénzt, hogyha van pénzed, de mellé adod az igazi értéket, az igazi kincset. És persze mindez lélek által, nem úgy, ahogy én mondtam neked most Renáta, hanem úgy, ahogy Isten adja neked, személyesen érted, és megadja. Pont ahogy megadta, amikor a fiatal beszéltél, hogy erővel meg hatalommal teljesen felébredtél. Na ugyanúgy. És ez a világítás. Érted? Igen, most már igen. Kit érdekel, hogy ma este, vagy holnap este, amikor megyünk? Akkor megyünk, amikor megyünk. Hát amikor hív, akkor megyünk, nem? Nem érdekel. Lényeg az, hogy a munkát elvégezte bennünk, főképpen Renáta. És te most már nincsen más dolgot, hogy Istenem, itt vagyok. Hát akkor add meg a kegyelmet, hogy világítsál. Te én benne, ugye? És kész. Igen. Mi más tennénk? De jó. És így, amit most mondta, hogy ezt kellett volna nekem mondani nekik, nekem utána kapcsolt már, amikor elmentünk tőlük, mert az asszonka, hogy Beócsit Sántosz, én elkezdtem vele beszélni magyarul, én megértettem, hogy nem tetszik neki, mert nem ért minket. Hát nem is tudtam már semmit mondani, már csak azon gondolkoztam az örökésnek, mondom, gyere már, menjünk inkább. Aztán kapha jutott az eszem, hogy miért nem mondtam, mert nekem sose nem volt probléma beszélni, hogy az alkoholról, meg hogy mit tettem, hogy tudják meg, hogy az alkohol mire tud egész kivinni, az emberből mit tud csinálni, hogy ebből nem volt problémám. Csak pont ekkor itt volt a lehetőség, és nem fogtam meg. De mindegy, de az ember a butaságaiból tanulni, meg tanultam. Van, így van, nem, legközelebb majd engedni fogod, hogy a lélek elvégezzen. De ezt úgysem te fogod megcsinálni, Renáta. A lélek fogja megcsinálni, csak a test, ugye, a testet meg kell zabolázni, hogy engedelmeskedjen a lélek. Most már a lélek erősebb, mint a test. A lelked, az igazi lélek, az igazi Renáta, most már erősebb, mint a test. De ugye most meg kell szokni a test is, hogy én engedelmeskedek a léleknek. Én nem azt csinálom, amit akarok csinálni, hanem azt, amit a lélek akar, semmire a lélek engemet vezet. És akkor tud ez megtörténni, hogy bizonságot teszél az alkoholistáknak, és elmondod, hogy téged hol vitt az alkohol, és elmondod, hogy téged kiszabadított meg, és hogyan szabadított meg, és lélek által beszélsz, és erővel, és hatalommal. És akkor mindenkit megérint, az teljesen biztos. Igen. Ez igaz. Ez minden igaz, kedves Attila, mert ez ennek így kellett volna lennie, de nem bánt mostán, mert megint majd, ha kikészülök, mert ez is olyan volt, hogy mentünk ki, mondom, nem megyek most, még nem akarózik kimenni, mondom, majd ha fog a lélek indítani, akkor kimenjek. Azt úgy is volt, hogy a lélek indított, hogy gyere, menjünk ki, és pont akkor találkoztunk ezzel a két illetővel. Hogy nem úgy mentem, hogy most gyere, menjünk. És ez az igazság, hogyha az ember lélekben van, akkor tud igazán beszélni, és ez minden olyan gyönyörű dolog, hogy ezt el se lehet mesélni.
Mert akkor, mikor mondtam, hogy tavaly még, mikor Istenbe voltál, de még nem volt az az igazi, én Attila, amikor nem gondolkoztam, én akkor csináltam jó dolgokat. Mikor elkezdtem gondolkozni, akkor hülyeséget csináltam. Én ahogy öltözködtem, vetkeztem, én nem gondolkoztam, hogy rakom a ruhát, hogy mi hova teszem mi, mert tudtam, hogy ha reggel, ha nem fog gondolkozni, úgy lesz lerakva, hogy egymás után szedem, és úgy öltözködök, hogy helyén van. Hogy az ember gondolkozik, akkor az nem jó. De hogyha nem gondolkozol, csak úgy csinálsz, ahogy jön, ahogy magától jön, akkor az igazi. És már én azt tavaly tudtam, de én azt mindent, ahogy a tablettal kaltál, meg minden, én ezt mind elvesztettem, de hála az Istenke, megtanált engem, meg én is őt. Igen, és érdekes, hogy pont erről csináltam videót az éjjel. Egy videót még készítettem, és az pont erről szól, amit most mondasz, hogy én azért tudom, mert nem akarom tudni. Érted? Nem gondolkodok. Azért Igen. tudom, mert miért gondolkodjak, miért gyűjtsek én magamnak gondot. Én azért tudom, mert nem akarom tudni. Mert Istennek a lelke ott van, és ott vagyok az ő jelenlétében, és abból tudom, nem az emlékemből tudom, és nem a jövő képzetemből tudom, hanem abból tudom, ami van, ami engemet körül ölel. Pontosan erről beszéltem az éjszaka az utolsó videóval. Máj, máma, meghallgatom. Te is éjszakáztál minden, de milyen jó éjszakázni, nem? Én is éjszakáztam, meg fogom hallgatni, mert szeretem hallgatni, mert olyankor jönnek ki jó lélekből jó dolgok nekem sokszor. De most is hattam, azt nem is gondoltam, hogy ilyen hamar megszólal lélek által a Jóisten, meg Jézus is, hogy ilyen hamar, mert pénteken beszéltünk, azt hattam, mondom, mert tegnap pihengettünk a párommal mind a ketten, csak úgy fetrengtem, azt mondom, már este van meg hallgatni, amit rátettetek. Azt hallgattam, azt akkor ez jött pont ez, hogy a régi testet levettem, és most lélekben vagyok, mert ugyanúgy, mint Jézus is, hogy oda felfeszítették, akkor már kész volt, és utána már lélekben volt. Jaj, de szép! De örülök, Attila, neked! Jaj, de jó, hogy meg tudod ezt így mondani nekem, hogy megértem. Örülök nagyon. Ugye, ezt már érted, csak ugye neked a te fejedben még ez nem társulnak azok a szavak, meg azok az értések, de a te lelked ezt tudja kívülről, csak ugye ezt ilyen formai módon te még nem tudtad, vagy nem tudod, de nagyon sok mindent meg fogsz érteni, és nagyon sok mindent fog társítani a lélek számodra, ugye a szavakhoz, meg a Bibliához, az evangéliumhoz, hogy össze tud kapcsolni, hogy mi történt veled egészen pontosan, és mit végez rajtad és átad az Úristen. Tehát megadja azt is, ugye, az ilyen megértéseket, az ilyen szavakban történő megértéseket, mert ugye Jézus is szavakban szólt hozzánk, hát ő neki nem lett volna szüksége, hogy szavakkal szóljon, mert ő egy mennyei lény volt, ő tökéletes volt. De értünk bűnösökért, ő felhasználta a bűnös szavakat. Bűnös szavakat, hogy hozzánk szóljon. Ugye a gyarló emberi szavakat. És azzal segített nekünk megérteni a mennyek országát. Most ez is, most veled is ez történik valamilyen formában, ugye, hogy ennek a megértések is összekapcsolódik a lélek a fejjel, ugye, az aggyal. Igen. Hogy a lélek megengedelmeskedjen az agy, ugye, és a test is, Igen. nem pedig fordítva, hogy a lélek engedelmeskedjen a testnek meg az agynak, az nem jó dolog egyáltalán. Tehát nem gondolkodunk, hanem az Istennek a bőséges asztaláról vesszük a megértést. Az már készen van, be van készen, be van csomagolva. Finom eledel, tiszta, friss cipó. És mi ugye azt átengedjük az agynak és a testnek, hogy meg is cselekedjük, és meg is mutassuk azt. Igen, igen, milyen igaz, de jó, de örülök neki. Jaj, ne haragudj, hogy megint hozzád indított a lélek, de valahogy mondom, hogy csak nem fog megsértődni szegény, mert mindig őt akármi jön nekem, mindig téged hívlak. Bármikor. Jó. Ami lélektől van, az mind tökéletes. Hogyha naponta 20-szor hívná, és az a lélektől van, akkor az tökéletes, az engemet nem terhel le. Akkor terhelne le, hogyha tudnám érezném azt, hogy te, ez nem a lélektől van, ez Renátától van, a testtől van. Akkor azt mondanám, hogy te ne ragudjál, mi ketten nem tudunk beszélgetni, hát te testben akarsz járkálni. Érted? De hogyha a lélektől van, akkor az tökéletes, és az nem leterhelő egyáltalán, úgyhogy ne aggódj. Jaj, de jó, de aranyos vagy.
Jó, nagyon szépen köszönöm, már megnyugodtam mostan, mert már mondom, alig vártam, hogy beszéljünk együtt, mert mondom, addig nem lesz, addig nyugtalan leszek. De tegnap, hogy odaírtad, hogy mindig írom, hogy Isten velünk, én úgy megnyugodtam megint instant módon, hogy én meg voltam megint csak lepődve, hogy milyen aranyos Istenünk van nekünk, édes jó Istenkénk. Jó. Még a Jézusunk is, igen jó, és ahogy hallgattalak titeket tegnap, az csodálatos dolgok történtek mindenkivel, meg mit csinál a jó Isten, milyen aranyos. De utána, Folyamatosan. hogy már jöttek ezek a szavak, már nem tudtam odafigyelni. Tessék? Mondom, hogy folyamatosan történik mindenkivel éjjel-nappal. Tehát Isten, ő nem szűnik meg dolgozni, nem mondja azt, hogy na most akkor lefekszem, mert elfáradtam. Tehát sőt, ő mindig azt lesi, hogy mikor vagyunk a legalkalmasabbak, mikor tudunk a legjobban figyelni rá. És ő alkalmazkodik a mi gyarlóságunkhoz, ahhoz, hogy megmentsen, ugye. Ő a pihenő állapotba ugye, bejön, és tanít bennünket. Nappal miért nem tanított mostanig, vagy miért nem tanít nagyon sok ember nappal? Ő tanítana nappal is, csak amikor az embernek 20 felé van, vagy 200 felé van a feje egyszerre, jönnek az üzenetek különböző helyeken, Skype-on, SMS, telefon, Facebook, mit tudom én mi. Hát hogyan tanítson Isten ilyenkor? Sehogy, nincs ahogy. És akkor ki azt a lehetőség, hogy éjszaka, amikor éppen az ember nem facebookozik, akkor hozzászól, megszólítja őt, és elhívja, hogy gyere meg, erre felé az élet van. Igen, igaz, igaz. Én múltkor néztem, most nemrég húsvét után, néztem egy filmet, még itt volt a legkisebb lányunk. Azt nem is tudom, azt, hogy mondják magyarra, mert átfordítottam, azt magyarra fordította a donor, de az nekem nem ül, mert nekem hamarig van, mint adó és vevő volt. És az olyan, mind erre a szituációra, mind a covidos, vagy a mennyei dolgokra, hogy az emberekkel elfelejtették, adtak valami injekciókat, én úgy néztem, hogy az a vakcina, hogy adtak valami injekciókat az embereknek, most csak fekete-fehér képet mutatták az elején. És utána volt egy fiúcska, aki azt mondta, hogy nehéz lesz az életem, mert hogy minden tud. Azt egy idősebb férfi, elég ismerő színész, nem tudom a nevét, azt ő megfogta mindig a kezét, és mutatta neki az emlékezeteket, hogy milyen volt a világ, hogy volt szeretet, gyerekeket szerették, mosolyogták, voltak érzelmek, de még a rosszat nem mutatta neki. És az az ines olyan úgy örült, és akkor ő már kezdte az álmát pirosnak látni, nem látta fekete-fehérnek, meg ilyen dolgok voltak benne, és akkor úgy volt valahogy, hogy megmutatta neki azt a rosszat is, hogy háborúkat, meg minden. Akkor a szegény elszaladt, megijedett tőle, mert azt hitt, hogy csak jó van, de közben visszatért az emberkéhez, és akkor megint, hogy mutasson neki még többet, mutasson, és ugyanúgy mutatott többet neki, és akkor rájöttek, hogy van egy határ. Az inaská, mikor otthon volt a szüleim mellett, látta, hogy az édesapja van kis gyerekekkel törődött, és ami sokat sírt, hogy injekciót szúrt a fejébe, betette egy dobozba, meghalt, betette egy dobozba, azt ledobta valahova. De az zinás, ahogy abban a családban volt egy kisgyerek, ami igen sírt, és ma az zináska tudta, az a fiók, hogy ezt is ugyanazt fogják vele csinálni. Úgyhogy ő szaladott érte, azt akkor szaladott az öregecskéhez, hogy neki muszáj onnan elmenni, és muszáj megtanálni azt a határt. Aztán ő meg is tanálta azt a határt, és mikor átlépett azon a zónán, úgy jött mindenkinek vissza az emlékezet, mert ma meg akartak akkor tölni azt a barátnőjét is, meg minden, mert ő is azt mondta, hogy ma ő is érzett valamit, csak hogy nem kell szurgálni azt a tabletákat, vagy injekciókat belök. Aztán az is olyan igen jó film volt, hogy nagyon érdekes volt, az hamar vége volt, mikor ma átment azon a határon, azon a dimenzión, hogy mindenkinek visszajött az emlékezete. És nekem ugyanez ez jött ezzel a filmmel, hogy most amiben vagyunk, hogy injekcióznak, meg hogy olyanok legyünk, mint a robotok, mint az élő zombik, mint mikor a pszichiátriára jártam, a tabletákat, élő zombik voltak, se nevetni, se sírni, semmit, mindent öltek belőlünk ki. Azt az ugyanolyan volt, hogy nem voltak érzelmek azoknak az emberek, ők nem tudtak, hogy rosszat csinálnak, ők nem tudtak semmit. Ők az elefántra azt mondták, hogy az víziló, ők minden kimostak az agyokból. És nekem ez minden olyan szépen meg volt az forgatva ez a film, hogy ez is adott valamit. Hogy ahogy beszéled is, hogy valaki vagy valami koldus, vagy valami film, vagy valami barát, vagy valami reklám, hogy mindig ad nekünk valamit a jó Isten, hogyha odafigyelünk rá.
és csodálatos dolgok most, amik történnek velem. És örülök, hogy veletek is ugyanez történik, mert én sokszor azt hittem, hogy én is, mint ahogy hallom, hogy fantáziázok, vagy valami, és most már tudom, hogy nem fantáziálok, mert ha valaki reagál is valami videóra, vagy valami, akkor ugyanazt átérzi ő is, vagy átélte már ezeket a dolgokat. Úgyhogy ezzel lehet már tudni, hogy ez nem fantázia, mert nem csak velem történnek ezek a dolgok, de másokkal is történnek. És ez nagyon jó, hogy vagyunk egymásnak, mert valójában úgy, ahogy mondod, hogy valaki álmaiban, valaki szavakkal, valaki másképpen, de így összeállnak a képek, és akkor össze tudjuk rakni, és akkor már is van belőle csodálatos mennyei tiszta kép, ami fontos mindegyünk számára, és ez a csodálatos a Jóistentől, hogy így összehozott minket, az egészünket, akik kellett, és még remélem, hogy összehoz többet. És ha nem, akkor már úgy, ahogy te is mondod, hogy az nem az én problémám, mert én mindig meg akartam menteni az egész világot, mindenkinek írtam volna, hogy vigyázzanak, hogy már készülődjenek, meg minden, de ez hülyeség, mert bolond, még azt jelenti, hogy lehet, hogy a percben, hogy bolondnak néztek, de utána, hogy megírtam, hogy ne haragudjanak, hogy egy csöpet elszálltam, hogy meg is bocsátottak, hogy normálisan beszéltek velem. Na figyelj meg, Renát, neked most meg fogok mutatni egy történetet, amikor Jézus ezt a gadarai megszállatot megszabadítja. Nagyon fontos üzenete van számodra, mindannyiunk számára, számomra is. Talán magadra fogsz benne ismerni. És figyelj meg, hogy benne van az, hogy milyen állapotban volt az ember, és az is benne van, hogy utána Jézus neki mit mondott, hogy őt mit csináljon, utána aztán mivel foglalkozzon ő. Felolvasom a történetet, nem olyan hosszú. Igen. Azt mondja, hogy és merének a tenger túlsó partjára, a gadarinusok földére. És amint a hajóból kiméne, azonnal elébe méne egy ember a sírportokból, akiben tisztátalan lélek volt. Tehát ugye, tisztátalan volt az ő lelke, mint ahogy a mi lelkünk is tisztátalan volt, tele volt a mi lelkünk, ugye, különböző testi dolgokkal ráadak tapadva mi lelkünkre. Akinek a lakása a sírportokban, ezt akarom mondani, hogy a sírbotokból kijött a szívünk a sírbot, ő kinyitotta a szívét Jézus fele. Nem csak kijött a fizikai sírbotból, hanem a szívét is megnyitotta, mert Jézus csak azokhoz... Igen, tehát kijött a sírboltjából, mint ahogy te is kijöttél a sírboltodból, Renáta, kijöttél a szívednek a bánatából, az összetört szívedből kijöttél, és kerestél, mert Jézus azt mondta, ki keres, azt talál. Kerestél, és akkor találkoztál velem, ugye? És elkezdtünk Igen. beszélgetni. Jöttél a sírboltból, és bejött a világosság. És az nem miattam, hanem Istennek a kegyelme miatt volt. Ugye? Igen. Azt mondja, akinek a lakása a sírboltokban vala, és már láncokkal sem bírta őt senki sem lekötni. Mert sokszor megkötözték őt békókkal és láncokkal, de ő a láncokat szétszaggatta, és a békókat összetörte. És senki sem tudta őt megfékezni. És éjjel és nappal mindig a hegyeken és a sírboltokban volt, kiáltozva és magát kövekkel vagdosva. Mikor pedig Jézus távolról meglátta, odafutamodik és elébe borula, és fennhangon kiáltva mondta, mi közöm nékem te veled Jézus, a magasságos Istennek a fia, most képzeld el, ő látta, hogy ő Istennek a fia. Ő értette, Igen. tudta. Az Istenre kényszerítelek, ne kínozz engemet, ne gyötörj engemet, még te is a szavaiddal jössz itt nekem, itt beszélsz az Isten dolgairól, látod, hogy szenvedek, ne kínozz engem. Mert ezt mondja valanéki, eredj ki tisztátalan lélek az emberből, ugye ez zárójelben van betéve. Igen, de ezt szerintem ezt te is érted most már, Renáta, mert ezért te keresztül mentél konkrétan. Hogy te nem az volt, hogy ilyen démonok voltak benned, hanem rá volt tapadva a te lelkedre azok az emberi szokások, Igen. a fájdalmak, a gyermekkori fájdalmak, az alkohol és minden, ugye? Igen. Ez volt sok tisztátalan ugye, szenny a lelkeden. Ettől volt tisztátalan te lelked. Szia, Renáta, itt Levente vagyok. Szia, Levike, Rányoskán, szia, édes csillag. Szia, drága. Most az jut eszembe, amikor hallotta Péter a csónakból, hogy Jézus a parton tanította a népet, és figyelte őt, ő is felismerte hasonlóképpen, mint a gadarénusok, hogy ő az Isten fia. És mikor annyira nagy lett a tömeg, megkérte Jézus Pétert, hogy szállhasson be a csónakba, és ugyanazt mondta, csak más szavakkal, hogy távozz tőlem, mert én bűnös vagyok. Ő is megvallotta azt, hogy én tisztátalan vagyok. Tehát Péterben is légió volt. Ő is tudta, hogy légió van benne. Tehát Isten szemében a gadarai megszállt, vagy Péter szinte ugyanaz. Hát ugyanolyan távolságra vannak tőle, Istentől. Péter is, meg a gadarai megszállott is. Péter is épp olyan tisztátalan volt, mint a gadarai megszállott. Igen. De menjünk tovább. Azt mondja, hogy mi közön hozzád,
magasságos Isten fia, és kérdezi tőle, mi a neved, és felelem mondván, légió nevem, mert sokan vagyunk, ugye, ilyen sok személyisége volt, ugye, mert sok mindennek gondolta magát, még Jézusnak is gondolta magát, ugye? Mindén. Pontosan, tehát tele volt a feje sok ilyen információval, félelmekkel, régi bántalmakkal, bűnökkel, alkoholfogyasztással, minden megkötözöttséggel, testi vágyakkal, ez mind-mind légió, ez mind-mind-mind légió. Azt mondja, a légió nevem, mert sokan vagyunk, ugye? Már nem is ő válaszolt, hanem a benne lévő elbukott ember válaszolt, ugye? Már nem a lélek válaszolt, hanem a bűn válaszolt belőle gyakorlatilag, ugye? Igen, igen. Az a szerencsétlen lélek, aval a bűnnel azonosult, azzal, hogy ő Jézus, azzal, hogy ő mit tudom én, valamilyen grófa, nem tudom melyik bolygóról, ő ezzel azonosult, akiben ilyen információk vannak, és hazugságok vannak, és bűnök vannak, és fájdalmak, és megkötözöttségek. Azokban az emberekben mind légió van, ugye? Sok ilyen tulajdonság és ilyen megkötözöttség, ez a légió. Sokan vagyunk, és ez rá volt tapadva a lélekre, és már nem a lélek beszélt belőle, az Istennek a lelke, mert ugye Istennek a lelke van bennünk egyébként, ugye? Test is, Isten adta a lelket nekünk. Tehát nem a lélek válaszol belőle, hanem a, ugye a bűnök, a megkötözöttségek, a testi gondolkodás, az emberi gondolkodás. Sokan vagyunk, rengetegen vagyunk. És igen, kéri őt, hogy ne küldje őt, előket arról a vidékről, valapedig ott a hegynél egy nagy disznónyáj. Az a baj, ez a rész kicsit olyan félreérthető, de én megpróbálom elmagyarázni egyszerűen, hogy legyen ennek értelme. Egy nagy disznónyáj, amely legel vala, és az ördögök kérik vala őt minnyájan mondván, küldj minket a disznókba, hogy azokba menjünk be. Ez kis hagyd figyelmen kívül most Renáta, aztán meg fogod érteni, hogyha majd kíváncsi vagy, Isten azt akar, hogy megírt, akkor meg fogod érteni. De ez sajnos ez egy olyan rész, amit nagyon babonásan értelmenek, hogy az emberekből jöttek azért a gonosz lelkek, meg mit tudom én mi. Tehát a disznó nem vált, hogy mondjam, tolvajjá, a disznó nem vált alkoholistává, ugye, amikor beleszállt az érted. Ez egy picit olyan rész, amit meg van csavarva, de most ne ezzel foglalkozzunk. És Jézus azonnal megengedi nékik, a tisztátalan lelkek pedig kijövén, bemenének a disznókba, és a nyáj a meredekről a tengerbe rohana. Valának pedig mintegy 2000-en, és belefúlának a tengerbe. Na hát nagyon röviden és tömören, Renáta, csak hogy tudjad, hogy értsed, hogy a Bibliában, az írásban ugye a disznó mindig a tisztátalanságnak a jelképe, ugye? Igen. A tisztátalanságnak a jelképe. És akkor ugye jelképesen ugye, hogy a gadarai megszállottban lévő tulajdonságok, gonoszságok, disznóságok, mert így is mondjuk, hogy miért vagy a disznó, miért disznó, ugye? A disznóság úgymond, azok a rossz tulajdonságok Istennek a jelenlétében, a Krisztusnak a jelenlétében, Jézusnak a jelenlétében a tiszta, szintiszta igazság és ige, igesség jelenlétében kimentek a tisztátalanságok, és úgymond belementek a disznóba, mert oda tartoznak, ugye? Hát a disznókodás, a disznóság az nem a disznóhoz tartozik. Te hozzátartozik, és akkor visszament a disznóba, jelképesen. A disznók hova mentek? Bele a tengerbe. Azok a rossz tulajdonságok visszamentek a népek tengerébe, mert a népek tengerében fuldokló emberek vannak így megkötözve, mint a gadarai megszállott. Érthető, ugye? Igen. Ez sem olyan komplikált. Tehát azok a rossz gonoszságok, amik voltak az lelkünkbe, az én lelkembe és annál az én nyomorúságos lelkemre rátapadva, azok ugye visszamentek a tengerbe, az igazság halatára, visszamentek a tömegbe, a tömegszellembe, az emberi gondolkodásba visszaszaladtak, ugye? És belefulladtak a tengerbe. A régi természet belefulladt a tengerbe. Akik pedig őrzik fel a disznókat, elfutának, és hírt vivének a városba és a falvakba, és kimenének, hogy lássák, mi az, ami történt. És menének Jézushoz, és látták, hogy az ördöngös ott ül, fel van öltözködve, és eszénél van, teljesen normális. Az, akiben a légió volt, és megijedtek, megfilemlének. Akik pedig látták, elbeszélik nékik, hogy mi történt vala az ördöngőse és a disznókkal, ugye, elmondták. Tehát maga, még a világi emberek is vitték az örömhírt, ők nem tudták, hogy azt viszik, de vitték, elmondták mindenkinek.
hogy aki meg volt száva, akinek a lelke tisztátalan volt, meg volt kötözve a sok emberi dolog által, a sok emberi tudomány által, a sok mese által, a sok hazugság által, a sok babona által, a sok vallás által, az ember teljesen normális, fel van öltözve és tiszta. Tehát ők elvitték az örökbe a városba. És kezdték kérni őt, hogy távozzék el az ő határokból. Tehát kérték Jézust, hogy távozzon el a határokból. Miért? Azért, mert ha Jézus ott marad a határban, akkor lebukik az egész cirkusz, a vallás és minden lebukik. Mert az igazság jelenlétében a légió kimegy az emberekből, a sok hazugság, a sok idézőjelben örök. Gyönyörű. Kimegy az emberekből, mert szembesülnek a hazugságaikkal, a paráznaságaikkal, a gyilkosságukkal és mindennel. Na ez, azt mondja, hogy Jézus, takarodj innét, mert itt nekünk tetszik ott, amiben vagyunk. Te minket ne elzi, zaklassál. Tűnés innét, érted-e? Elküldték Jézus meg az igazság. Ahogy János evangéliuma írja, hogy eljött a világosság a sötétségbe, hogy megszabadítson bennünket. De nekünk jobban tetszett a sötétség, ugye? És megöltük a világosságot. Keresztre feszítettük azt. Vagy amikor volt a kánai mennyegző, és mondták Jézusnak a testvérei, hogy hát menjél fel te is az ünnepségre, és azt mondta Jézus, hogy én még nem megyek, mert nekem még az idő nem alkalmas, mert én ahol megjelenek, ottan leleplezem, hogy a világ milyen hazugságban él. Én megvilágosítom, hogy mi az igazság, és azáltal a világnak a hazugság, az embereknek a hazugsága, hogy lelepleződnek, de nekem minden perc, minden idő alkalmas. Ezt válaszolta. Tehát ő ahol megjelent, ő világított, megmutatta, hogy milyen az élet, a valóságos élet, Isten eltervezése. Az emberekben a hazugságok lelepleződtek. Éppen mondom, csodálatos. Csodálatos. Hogy egyik napról a másikra, emlékszem, hogy milyen Renátával beszéltem 2 napja, és most egy teljesen más emberre beszélgetek, egy teljesen más emberre. Látod? Ugyanezt történt veled is, és velünk is, Renáta. Velünk is ez történt. Csak velünk egy ilyen hosszasabb folyamat volt, mert milyen sumákabb disznók voltunk, mint te. Érted? Te őszinte malacka voltál. Te elmondtad azt, hogy Istenem, én egy nyomorult vagyok, érted? Te megvallottad. És Isten benned a munkát nagyon intenzíven végezte. Ezért jettél meg, ezért sírtál annyit, ezért akartál öngyilkos lenni, és minden. De Isten nem engedte el. Mert irgalmas igen, Isten. Igen. Bennünk a munkát hosszabb időn keresztül végezte, mert nagyon sumák disznók voltunk mi. Oké, tovább. Az egészen. Mert az is igen csodálatos, mert milyen ember, vagy milyen ember, férfi vagy nő, az mindegy, mondhass az, hogy megölte a párját, mert én tudom, hogy én őt megöltem, és a Jóisten visszahozta őt a halálból nekem. Egy alkoholista tróger asszonynak ezt megtette, és én már akkor tudtam, hogy az az ő keze volt benne, és megfogadtam, hogy soha többet nem iszok meg 3 vagy 4 évvel ezelőtt, ahogy megtörtént. És már én akkor tudtam, és utána idővel, csak idő után, tavaly belejött az életembe is, és ez, az is olyan csodálatos volt, és most visszatért hozzám, meg én is hozzá visszatértem, hogy együtt vagyunk, egybe vagyunk, és ezeket a dolgokat mutassa, és tudja mondani is, és ez a csodálatos, hogy nem csak magamba tartom, mert már nem tudtam, hogy kinek mondjam el, hogy mit csinált velem a Jóisten, és most meg el tudom mondani, ki tudom kiabálni a világba, és ez az gyönyörűséges benne, hogy nem muszáj már csak úgy, hogy most kinek gondolkozni azon, mert most már kikiabálhatom tiszta szívemből, mert volt rá, nem volt, hogy féltem erről beszélni, csak nem volt kivel beszélni, mert mindenki csak vitte maga gondja bájait, és az is érdekes, hogy tavaly, mint Covid előtt, hogy ahogy dolgoztam a kórházban, már ott is én sokáig nem bírtam ki a munkahelyeken, mert ahogy viselkedtek a betegekhez, mert az öregekhez, hogy megbetegedtem, több mint egy éve ki voltam írva, és mai napig nem dolgozok, mert most intézem a nyugdíjat, hogy még azt is megenged, hogy itthon legyek, hogy ne is menjek, hogy tanuljak, hogy szálljon belem az ő lelke, Jézus lelke, és ezek csodálatos dolgok, nagyon csodálatos dolgok, és mikor hallottalak téged, mindenki, hogy csak tudjak veled beszélni személyesen, mert én nem értek az internethez, próbáltam írni, azt reagáltál, már is van, hamar reagáltál, hát én meg voltam lepődve, hogy elkezdtem reszkedni, elkezdtem zokogni, hogy most hogy mit mondjak, én nem mertem fel se venni a telefont se. Most meg annyira örülök, hogy nem igaz. Látod, Renáta, hogy itt ezelőtt elmondtad azt, hogy miért tudott Isten téged megszabadítani egy ilyen hatalmas bűnből, ugye, mint a gyilkosság. Ezért, hogy te ezt megvallottad mindenki előtt, elmondtad egy olyan másik bűnösnek, mint én, amilyen vagyok, elmondtad a világnak is, mindenkinek.
te már nem rejtetted és nem titkoltad, hogy te meggyilkoltad a férjedet, hogy te gyilkos vagy, úgymond. Tehát ha te megvallottad és sírva és zokogva és bánva megvallottad, és Istennek a hatalmas dicsőség azt, hogy gyere, te az én gyermekem vagy mostantól. Te vagy az én gyermekem. Nem az a, nem a szenteskedő, aki azt hiszi, hogy ő nem gyilkos. Érted? Igen. És miért tud az Úristen olyan nehezen megszabadítani másokat? Azért, mert másoknál a gyilkosság sokkal leplezettebb, érted? El van takarva. Ja, én nem vagyok gyilkos, hát ő megérdemelte, amit adtam neki. Hát aztán ő is azt csinálta, érted? Én nem vallom meg, azt mondom inkább, hogy hát én jót cselekedtem, neki arra szükséget, én meg kell pofozzam őt, érted? De igen. Mivel, hogy nem akarok szembesülni, és nem vallom meg, Isten engemet nem tud megszabadítani. Téged egyből megszabadított. Napokon belül levette a láncaidat, a bilincseidet és minden. Kihozott a börtönből. És élsz. Az ő dicsőségét. Mekkora dolog ez. Jaj, csodálatos. Jaj, igen, csodálatos. Annyira örülök, hogy vattok. Annyira örülök, hogy Isten összehozott minket. Hogy Jézus lelke is összehozott minket. Ez csodálatos dolgok. Mert mindenkiben van egy óriási kincs, és azt a kincset tudja adni, és mondani, és beszélni, akárhogy is, de mondják, és átadják, ez csodálatos dolgok. Csak mennyiszer fáj, hogy nem vagyok abban a közösbe, de sokszor ha hálom, félek belelépni, hát inkább nem is lépek bele, visszahallgatom, azt tudtam mondom, most ezt tudtam szólni, vagy azt tudtam volna. Mert múltkor, hogy volt az a csajocska, nem, én a neveket nem igen tudom, én sose tudtam, csak így arcokat hamarébb, hogy neki is volt ez a börtön dolog, hogy félt. Hát úgy sajnáltam, hogy nem voltam benne, mert én is, ahogy megcsináltam ezt a dolgot, két napig be voltam zárva egy cellába, utána hallgattak ki a rendőrök, meg kérdezősködtek, hogy csináltam, mit csináltam. Azt én forgatókönyveztem, én nem emlékeztem rá, hogy csináltam. De ő, hogy kérdezősködött, én feleltem. Az második nap volt nekem a kisebb bíróság, hogy kinte hagynák, vagy betesznek még a basszi előtt. De kint hattak akkor is. Azt akkor több mint fél év múlva, vagy 7 hónap múlva volt a nagy bíróság nekem, akkor már más bírót kaptam, hogy most fogok-e menni ülni, mert azt mondta nekem az ügyvédnőm, hogy nem akar mézet az orrom alá mázolni, hogy minimálisan 10 évet kaphatok azért, amit csináltam. Hát elkezdtem zokogni, mert én nem éreztem azt, meg mondták a két barátom is, azt mondta, hogy ne féljek, hogy ők tudják, hogy ők érzik, hogy én nem meg. De ahogy ő megmondta, ez a ügyvédnő, már mondtam, hogy biztos bemenyek. De őszintén ott is kiválottam, jöttek a szavak, jöttek a könnyek, egyszerűen mindent elmondtam, ahogy volt, a páromat is hallgatták ki, az öregecskét is kihallgatták. Úgyhogy hála az Istennek, még a börtönbe sem mentem, kedves Attila, amit csináltam a párommal, és 3-4 évet kaptam, hogy 3 és 4 évet, addig, ha valamit csinálnak, bezárnának. De tudom, hogy úgy sem csinálok semmit, mert autóm nincsen, veszekedni már nincs senkivel kedvem, sőt, inkább énekelnék, mert a postára is mentem, énekeltem, köszöngettem, repdestem ott is, mindegy galán, mindegy fehér galán, hogy nagyon jól érzem magamat, hogy hála az Istennek, hogy igazán, hogy mennyibe segített, hogy még be se jöttettek a börtönbe se semmi, sábolom kórházba, semmi, hogy kellett volna menni, mint bíróság által, mert azt is mondták, hogy az is benne van a pakliba, hogy bezárnak egy évre a bolond kórházba, a pszichiátriára, hogy mint bíróság által, azt utána elengednek. De még oda se kellett menni. Csak az, hogy kellett járni ambulant, mint személyesen a pszichiátriához, meg ilyen, ez az anonimus alkoholistákhoz kellett járnom nekem. És ennyi volt az egész, hogy mindentől megmentett engem. Mert én annyiszor voltam a pszichiátrián, a pia miatt is, meg a öngyilkosságok miatt is, hogy ez is benne volt a paklibe, hogy annyiszor voltam, hogy oda tartozott. De még onnantól is a Jóisten megsegített, hogy ez olyan csodálatos dolgok történtek, hogy ez nem igaz, hogy én mai napig is köszöngetem azt neki, hogy meg a páromnak is mondom, mennyiszer mondom, hogy rosszul fog hangzani, de örülök neki, hogy megcsináltam ezt a dolgot, mert te általad mentetted meg az életemet, mert hattál Jóisten, hogy megöljelek, és hogy vissza is adott nekem. És ő is megbocsájtott nekem már is, hogy nem is haragudott rám semmit, sőt azt mondta nekem, hogy ha be is zárnának a basziba, hogy ő megvár engemet, hogy neki nem kell senki más, meg nem is szerélne. Hogy ő is meg is nyugtatott ebben is, mert mondtam neki, hogyha menjek, hogyha úgy, akkor elválhat az útunk, vagy akár, hogy tanáljon magának egy normális nőt, egy normális kapcsolatot, aki nem hiszik, aki szépen fog vele beszélni, meg fogja őt becsülni. Azt ő se hagyott volna, hogy nagyon jó dolgok történtek.
És ez a csodálatos, hogy minden meg volt bocsátva is, és minden megbocsátott, és minden megbocsát nekünk, hogy akár mit csinálunk az életünkben, akár hogy elfordultunk, vagy még nem értettük meg a Jóistent, meg a lélek által, nem tudtunk, hiába schizofrenikus voltam én is, hogy nem tudtam, mi történik velem, mert saját a lelkem beszélt a testemmel, az össze voltam keveredve, azt mondtam a páromnak is őre, hogy ők nem értik, hogy én nem vagyok beteg, de én magyaráztam, azt nem tudtam nekik magyarázni, hogy bennem két ember van, az egyik én vagyok, a másik az Istené, azt veszekedik, azt én nevetek nektek, csak azért, hogy tík érezhessétek magatokat, hogy jó kedvem van, de én akkor sírok, de mondom, amikor sírok, én akkor nevetek, azt úgy nem értették, de hál' az Istennek, hogy elfogadtak mindent, mert én már annyira ordibáltam, hogy ne, a jó Isten tőlem senki nem veszi el, hogy akármit mondhatok, de tőlem nem veszik, akkor szegény, csak az, hogy megijedtek, mert én már annyira, hogy én már számoltam a perceket, az órákat, amikor lesz a világ vége, meg munkába hújítam haza, meg amit mondtam, amit csináltam, hogy az áramot kikapcsoltam, a villanyt kikapcsoltam, a vizet akartam kikapcsolni, mindent, hogy ha oda jön a nagy világ vég, hogyha már fognak esni a tüzes eső, meg mérges eső, meg mi, hogy ne robbanjon fel az a blokkosz. Még úgy örültem, hogy ahogy az öregecskénél laktunk egy kis szobába, hármán, alól, egész alól, nem az pince lehetett, mert a pincéből csináltak még lakást. Azt még úgy örültem, hogy én vagyok alattok az öregek alatt, az, hogy meg fogom őket avval menteni, hogy nem fog összeomolni, mert én vagyok alattok, az a jó Istennel, hogy ma jóban voltunk, meg szórakoztunk, meg megvoltam, meg néztem az égboltot, meg mindig megmutatta az arcát is. Hát úgy örültem, hogy alattok vagyok, hogy meg fogom az öregecskéket menteni, akik ott laknak, mert hogyha engemet megment, akkor megmenti azt az egész lakást is. Ilyenek, hogy úgy, én mindig azt mondtam, hogyha én valakit, hogyha ne akarnak bántani, vagy valami, akkor csak úgy alávinném a rózsabokor alá, és csak nem is törnék le egy gaját, és csak így megmutatnám nekik, hogy ne, ez nem jó, ez, amit csinálunk, ez nem szép, hogy másképp kell csinálni, csak úgy megfenyegetni olyan gyerekes módon, azt úgy mindenkinek úgy akartam szolgálni, hogy csak szolgál legyek, hogy marakorába is. És ezek a dolgok voltak, hogy alázatosak legyünk, szolgálk legyünk embereknek, és világítsunk, és szelídek, mint a bárányok. És már nekem ezek jöttek tavaly ezek a dolgok, csak úgy elszálltam, hogy nem igaz, no. Igen, hát erre jó az evangélium, kedves Renáta, hogy az helyre pakol mindent az agyunkban. Ezért jó azt elolvasni és megismerni, mert az nem engedi, hogy össze-vissza csapongjon a gondolat, hogy önkényesen, bolond irányba menjen. Igen. Úgymond kiegyenlíti azért az áthágásokat, az olyan részeket, ahol tényleg már nem az Istenek a lelke szól, hanem már a test kezd beszélgetni. Igen. Erre jó az evangélium. Igen. Amúgy látod, Renáta, hogy ugye beszélnek bizonyos helyeken, hogy jaj, bocsássál meg önmagadnak, meg mit tudom én mi. Te nem kérd meg bocsássál önmagadnak. Az Úristen megbocsátott neked. Én hiába mondom azt, hogy megbocsátok önmagadnak, amikor még be sem látom azt, hogy én bűnös vagyok. Érted? Igen. És azt hiszik az emberek, hogy megkapják így a megbocsátást, hogy megbocsátok önmagadnak. Az végképp nem létezik, mert nekem is mondták pontosan. Élő Isten, hogyha tényleg én tőle kérem, és hozzáfordulok, és meglátom, hogy miben voltam, és segít nekem meglátni, és őszintén megbánom, akkor igen. És akkor fel is oldoz, nem csak megbocsász, fel oldoz. Terheimet levesz, és érzem azt, hogy repülök a levegőben. Én hiába mondrázom magam, hogy megbocsátok önmagamnak, az nem ér semmit. Bizony, milyen igaz, én nem is tudtam ezeket a dolgokat meg, hogy mondjam magamnak a tükörből, szeretem magamat. Én azt össze, én belenéztem a tükörbe, én sírtam, hogy én nem tudom mondani magamnak, meg nem is éreztem avval jó magamat, hogy magamnak mondjam, hogy szerettem magamat. Mert mit szeresek én magamban? Nekem mindig, én másokat szerettem, de magamat nem tudtam, mert én valójában tudtam, hogy gonosz lélek vagyok, voltam, de nem tudtam úgy megbocsátani, mert ez nem lehetséges. Ezt mindent oda kell adni a Jóisten kezzel lába elé, és ő megmutassa nekünk, hogy nem haragszik ránk, hogy meg van bocsátva, és tőle, ha bocsánatot megkapjuk, és megmutassa, és utána jön az a nagy öröm. Ez a csodálatos, mert
így ember testbe, ember feje, az nem lehet, nem lehet. Pontosan. Na figyelj meg, akkor befejezzük a történetet. Jó, jó. Hogy mi lett a vége? A grand finale. Persze. Renáta, még jött egy gondolat, amit így összerakott bennem a lélek, mert engemet is foglalkoztatott ez, hogy hát hazáltal te is tisztában fogod érteni, de biztos vagyok benne, hogy ugye voltak, úgy, ahogy ma is vannak ilyen bálványimádások, hamis isten kép imádás, ezek mind ilyen hamis elméletek, tehát, hogy többféle istenség van Indiában, vagy mit tudom én, és az emberek igen, különféleképpen hódolnak, szertartásokat végeznek. Tehát itt is egy valami hasonló történt, hogy ezek az emberek, a gadarénusok, akár mit tudom én, voltak saját elképzelt istenei, és a disznókat feláldozták, mint bálványimádás, vagy áldozat. És amikor itt a beszélgetés során megértették ezek az emberek, a gadarénusok, hogy ők téves úton járnak, hogy csak egy Isten létezik, akkor ők bennük lehullott a leper, a lelki szemeikről lehullott a leper, és felismerték azt, hogy ők hazugságban élnek. És annak bizonyítékként, hogy ők meg szeretnének válni a múltjuktól, ők belehajtották a disznóikat a tengerbe, hogy bebizonyítsák azt egy ilyen lépésnek, hogy ők meg akarnak a múltjuktól válni, szabadulni, megtagadták a múltjukat, és ezt így még ott majd észre fogott venni Pál apostol is hasonlóképpen, miután lehullott a lelki szemeiről a hályog, miután 3 napig ő is bőjtölt, imádkozott, és Jézus kijelentette, megértette vele, hogy ő hazugságban élt, a vallásban, a törvényben. Utána azt mondja, hogy én mindent kárnak és szemétnek ítéltem, amit én addig elértem, amit én addig imádtam. És Pál apostol, hogy hirdeti egyik helyen az Isten országát, Jézus Krisztusnak a tanításait, ott is azt veszük észre, hogy az a falu nyitott volt, és miután befogadták az evangéliumot, Jézusnak a lelkét, összegyűjtötték a könyvei, a varázsló könyveket is meggyújtották, azáltal megtagadva az ő múltjukat, ez egy ilyen bizonyság volt részükről, és meggyújtották, és összeszámolták az értéküket, és hatalmas érték volt. Tehát, hogy az emberek, amikor találkoznak Jézussal, és megismerik, hogy ő az egyetlen, ő a tökéletes, ő a szeretet, ő a minden, ő az, akire vágyik az ember egész életében, ő a múltját kárnak és szemétnek ítéli, megtagadja, semminek se veszi. És visszakerül a tengerbe. Így van, így van. Visszaadja a tengerbe, honnan ki halászta. Igen, mert Jelenések könyvében azt írja Renáta, hogy a fenevad honnit jön ki a tengerből. A második fenevad, bocsánat, az első fenevad a tengerből jön ki. Ugye, a népek teréből jön ki a fenevad. Igen. És a bennem lévő fenevadakat visszakergettem a tengerbe. Ott a helyetek a tengerbe. És ott megsemmisülnek, megfulladnak a fenevadak, ugye. Amúgy az, hogy belemegy, ugye, mert azt mondja, hogy belemegy, és ezt ugye úgy értelmezték a vallások, ugye a keresztény vallások, hogy mit tudom én, kijöttek ilyen kis démonocskák, és belebújtak a disznócskákba. És azok belefuttak a tengerbe. De az, hogy belemegy, ugye, aki azon a vidéken élt egy szíriai ember, szépen elmondta, hogy minek mi az értelme. Úgy hívják, hogy George M. Lamza, most nem ez a fontos. De ugye elmondja, hogy az, hogy belemegy, annak az a jelentése, hogy mint ahogy amikor két boxoló egymásnak esnek, egymásba ütköznek, egymásba mennek, ugye? Egymásba ütköznek. Tehát így, tehát hogy belementek a disznónyába, elkergették őket. Miután ők kihozanottak teljes mértékben, elkergették, megtagadták a múltjukat. És azok visszamentek a tengerbe jelképesen, az ő bűneik, az ő hazugságaik, az ő babonáikat visszakergették a tengerbe, ők szabaddá váltak teljes mértékben. És ezután történt ez, hogy akik ugye látták a városlakók, ugye a tengernek a lakói, a tengerből az emberek ugye látták, hogy mi történt, azt mondták, hogy mester, ez így nem jó nekünk. Mi ragaszkodunk a tengerhez, mi ragaszkodunk a szokásunkhoz,
az eukarisztiához, mindenhez ragaszkodunk, úgyhogy jobb, hogyha elmész innét. Itt balhé ne legyen több. Szűz Máriához, mindenkihez ragaszkodunk, úgyhogy innét jobb, hogyha elmész, hogy ne legyen baj. És akkor ugye megkérdik, hogy menjen onnit, mert az nem jó, hogy az emberek kezdenek kihozanodni és felébredni ugye a hazugságból és a babonaságból. Igen. És kezdték kérni, hogy távozzék el a határokból. És akkor most jól figyel rá, most az a rész, ami rád vonatkozik is rám, és mindannyiunkra, akik ugye, akiket ő megtisztított, azt mondja, hogy mikor pedig a hajóba beszállott vala, a volt ördöngős kéri őt, hogy fele lehessen. Ő is vele akart menni, de Jézus nem engedi meg neki, hanem mondani ki, eredj haza a tiédhez, és jelensd meg nékik, mely nagy dolgokat cselekedett feled az Úr, és mind könyörült rajtad. Tehát nem adott neki egy biblia tanfolyamot, Jézus a Bibliából, hanem megszabadította erővel, hatalommal, az igazság kijelentésével. Azt teljesen kihozanodott, a hályog lehullott az ő szeméről, megszabadult. Úgy mondta, a szokásait, a babonáit megtagadta, belekergette a tengerbe, ugye, azokat. És utána annyira szerette Jézust, ugye, annyira örült neki, hogy vele akart menni. De Jézus azt mondta, ne jöjj velem, nem erre van szükség, hanem menjél szépen haza a tiédhez, és mondd el nekik, hogy milyen nagy dolgot tett feled az Úr, és mind könyörült rajtad. Azt, amit kaptál te az Úrtól, az Úristentől, menj, és mondd el. Nem kell sem többet, sem kevesebbet, csak azt, amit kaptál te személyesen. Ennyi. Igen. És kezdi hirdetni a 10 városban, mely nagy dolgokat cselekedett vele Jézus, és mindnyájan elcsodálkozának is, imádták Istent, ugye. Gyönyörködtek Istennek a dicsőségével. Ennyi az egész, Renát, ez az evangélium. Röviden és tömören. Igen. Pontosan, ahogy elmondtad, ugyanez van velünk, ugyanez történik velünk, és az a csodálatos, hogy milyen gyönyörűséges mi Jézusunk és Istenünk, ez csodálatos dolgok. Én így, ha olvasod, aztán akkor mondod a szavaidon, úgy megértem, de hogyha olvasod, úgy nem igen értem, mindig ha saját szavaidon mondod. Azért nekem rossz, nehéz olvasni az evangéliumot, a Bibliát végképp. Én azelőtt a hívőkkel szoktam olvasni, de az is a Jóisten megmutatta, hogy onnan el kell menni, hogy elmenjek. De nem úgy, hogy megmutatta nekem, mert akkor még nem értettem, csak hogy dolgoztam ilyen öreg otthonba. Aztán akkor ott mondtam, hogy hívőkkel vagyok, de akkor az bár 2 évben nekem segítettek, az igaz. Akkor abba hattam a piáti segítségükkel, Isten segítségével jobban mondva, mert engem mindig érdekeltek ezek a bibliai dolgok, meg a mennyek dolgai, meg ilyenek, és akkor a munkában meg azt mondták, hogy vagy a hívők, vagy a munka. Úgyhogy én választottam, hogy a munka, úgyhogy a hívőknek megmondtam, és avval úgy fel is mondtam nekik, és azóta én már velük nem találkoztam. És örülök is, mert tudom, hogy előbb vagy utóbb lehet, hogy abba is belementem volna, mert én is, ahogy kerestem az igazságot, meg könyörögtem, akkor pont őket küldött az utánba, jó Isten, pont őket küldte. Ezek Jehova tanúi voltak? Igen, igen. Most nem tudom, nem sokáig voltam velük kapcsolatban, de tudom, hogy segítettek nekem akkor abban az időben, mert én nagyon könyörögtem a Jóistennek, hogy valakit küldjön nekem az utamba, hogy segítsenek, és őket küldte nekem. De nem volt sokáig a kapcsolat, de nem mondhatok rájuk semmit. Nem is szabad, Renáta, mert az Úristen mindenkinek ismeri a szívét, és nem azt nézi, mi van a fejünkben, Renáta, mert tényleg az van, hogy olyan dolgokat is híretnek az a maga, az a szervezet, ami hazugság, ami tényleg. A Biblia nevében hazugság, és nem kéne. De viszont Isten nem azt nézi, mi van a fejünkben, hanem mi van a szívünkben. Nagyon sok jó indulatú ember van közöttük, teljesen biztos. És látod, hogy őket tudta felhasználni Isten, és nem volt más. Nem volt más, akit küldjön Renátához. Igen. Hát akkor én milyen jogon mondjam azt, hogy ők ilyenek meg olyanok? Nincs nekem jogom, hanem azt mondom, hogy hála Istennek, hogy ők voltak, és ők engedelmeskedtek, és ők legalább oda mentek, és meglátogattak, és beszéltek veled, foglalkoztak veled. Nem volt más. Ez volt, igen. Ők voltak. És hála Istennek, és Isten legyen irgalmas hozzuk, és emelje fel őket a magasságba, az ő országába. Igen. Én is azt mondom, én is már rosszakat is úgy áll rosszakra is már egész másképp nézek, mert azelőtt én nem igen tudtam haragudni az emberiségre, hogy milyenek vagy ilyenek vagy olyanok, de most már végképp nem tudok, mert megértettem, hogy én nekem nincs semmire se
nem tudom most, hogy átfordítani, hogy valakit gonosznak nézek, vagy valakit gyilkosnak, vagy valakit rosszat, mert tőlebb gonoszabb, meg tőlebb nagyobb, gyilkosabb ember nincsen. Úgyhogy én, nekem nincs rá ahhoz fel, hogy én valakit ítéljek, hogy nekem arra nincsen, nem tudom, azt a szavat. Nem törvény, hanem nem tudom. Nincs jogot. Na mindegy, hogy teszik. Nincs jogot. Igen, nekem igen, hogy nincs jogom ahhoz, hogy én valakit rossznak nézek, vagy csúnyán beszéljek valakire, vagy akár, mert annyi mindent, ahogy te általad is, meg ahogy a kicsik lelkek által is megértek, hogy ez csodálatos dolog, hogy az ember mennyivel szabadabb, hogyha nem gonosz, nem csak magára, de még másokra se nem gonosz. Ez csodálatos szabadság ez. Mert a gonoszság engemet az emészet is, amikor ittem, én azt kiabáltam, hogy engemet a sátán nem győz le engemet, és le is győzött a saját sátánom, legyőzött. Mert megmutatta nekem, hogy ha nem hagyom abba a piát, akkor mi lesz velem, és meg is mutatta nekem, és nagyon örülök neki, így történt a dolog, mert én Attila, én tudom, hogyha én nem csináltam volna azt, amit csináltam, én mai napig még iszok, vagy már megbolondulok, vagy valami másképp csinálok, én azt tudom, hogy már nekem hiába a gyerekek is elvették, nem egyszer, nem kétszer, és nem tudott semmi megállítani engem, mert végképp a jó Isten nem tudott, hogy segíteni, és pedig visszakaptam őket, kétszer is visszakaptam, megmutatta, hogy elveszik, visszarik, és már nekem az Istenem az alkohol volt, és örülök, hogy így segített rajtam, hogy megmutatta a halált is, hogy mit tudok csinálni, hogy mit tudok csinálni, és megmutatta azt is nekem, hogy vissza tud hozni. Azért mitől féljünk, hogyha ő, akár ő visszahoz, és akár, akkor elvisz magához. Pontosan. Na hát nem sietünk mi sehova, sem oda, sem ide, sem oda. Igen. Nem engedjük, hogy az ő lelke ledesse. Ahova igen. Vezet az ő lelke, oda menjünk. És látod, a gadarai megszállott, ő nem ment vissza az ő városába, Tízvárosba, Biblia tanfolyamot tartani, hanem azt mondta neki Jézus, hogy menj el, és mondd el nekik, hogy mit tett veled az Úristen. És ő szépen hazament, és elmesélte, hogy mit tett vele Jézus Krisztus. És az emberek csodálkoztak. Csodálták Istennek a dicsőségét. Ez a mi dolgunk, Renáta, mostantól. Igen. És engedjük, hogy lélek vezesse, és ennyi. Pontosan. Elég egyszerű, nem? Az igen. Én terhem nagyon könnyű, egyszerű, az én igen nagyon egyszerű. Igen, mert nem mi csináljuk, ezt már nem mi kell csináljuk, hanem az a lélek, aki minket megmentett. Ez itt van Jézus, hogy az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges. Ettől gyönyörűséges, hogy nem erőből, nem a saját agyamból kell ezt csináljam, hanem az a lélek, aki engemet megmentett, az végzi el benne dicsőséges dolgokat. Ennyi. Pontosan. Mert én azelőtt, én nem is olyan rég, én attól is féltem, hogy már én annyira megszoktam ezt a rossz dolgokat, hogy én már nem is tudtam elképzelni, hogy elmenjek be, hogy jó legyen, hogy már csak jó legyen. Én mától is féltem, hogy nekem már jobb, hogy jó-e lesz végképp, hogyha én annyi rossz már rám ragadott. Én attól is féltem. Most már nevetek ezeken a dolgokon, mert jaj, milyen jó után, hogyha szeretget a jó Istenken, meg hogyha tegnap, ahogy megmutatta, vagyis éjszakán, már éjszaka, hogy világítatok, az egész lelkek ott volt a körület, azt világított az egész jó Isten, hát az csodálatos látvány volt. Ki volt nyitva a szemem, be se volt zárva, ki volt nyitva a szemem, is láttam, de jó volt, a lelki szemeimmel, no. Azt mondta egyik barátom, hogy attól féltem, hogy félni fogok. Na, pontosan. Szerintem már attól is fél, hogy majd aztán félni fog. Hát ilyen nincs, készége, ez a múlt, ez le van zárva. Ez csak úgy érdekességképpen az ember elneveti Isten dicsőségére, hogy őt honnét emelte ki az élő Isten, ugye ennyi. Az már nem te vagy, az már le van zárva. Annak a múltnak már semmi köze nincsen hozzád. Mert az új embernek, azt mondja Pál apostol, hogy aki Krisztusban újjászületett, új teremtés az, új teremtés. A régiek elmúltak, imé, újjá lett minden. Az új embernek nincsen múltja. Nincs neki múltja. Igen. Az a múlt, amit mostani mi beszélgettünk, az nem hozzá tartozik. Igen. Az a földi embernek, a gadarai megszállottnak a múltja.
Egy Igen, idegen, egy pontosan. eltévedt ember, neked már nincs múltad. Kész, ettől el vagy szakítva. Hát a tehető már el vagy szakítva, érted? Igen, de jó. Neked úgy igazából még jövőd sincsen. Igen. Neked Az is csak nagyon jelen, jó. jelen, jelen Még van. holnapom se Te nincsen. jelen vagy Isten országában most. Nincs jövőd, nincsen múltad. A régi embernek talán volt, de nem tudom, ki az a Renáta. Fogalmam sincs. Nem tudom, nem is találkoztam vele. Nem tudom, kiről beszélsz. Nem is emlékszem. Én csak azt tudom, hogy Isten jó és tökéletes és dicsőséges. Ott van nála minden bölcsesség, minden szépség és minden dicsőség. Még rímelt is. Én csak Igen. ezt tudom. Hát kell én más tudjak? Mit akarok én más tudni? Hogy a magyarok hogyan azért bonyolztak a szlovákokkal, mit tudom én, ezelőtt 20 éve, vagy 50, 100 éve. Nem tudom, ezek ilyen mesék, nem vagy kíváncsi. Piroska és a Igen. farkas. Farkas és piroska? Hát mióta azért a farkas? Nem érdekel. Én csak az érdekel, hogy Isten most ebben a pillanatban, ebben a momentumban tökéletes és dicsőséges, és ad nekem mindent folyamatosan, megvan mindenem. Miért kéne nekem múlt, miért kéne nekem emlék, miért kéne nekem nosztalgia, és miért kéne nekem fantázia arról, hogy milyen lesz? Hogy milyen lesz? Milyen van most, ebben, jelen, van? Ez csak ez érdekel. Mi az, hogy milyen lesz? Most vagyok ott, az ő lábainál. Jó, Hát ki tudom igen, mondani ezeket a ottán szavakat? vagyok, na Ki tudom lábainak, olvasom valami? pontosan. Nehogy olvasom. Ott vagyunk a lábainál. És nem lesz jó nekünk sosem. Hát most, ha nem jó, akkor mikor legyen jó? Mikor? Az Isten szerelmére. Pontosan. Jaj, milyen majd rossz értem ezt a nekem, lelki kinek volt rossz, tisztulást. semmi, Bocsánat. fogalmam sincs. Nem is emlékszem rá. Nincs ilyen. Nem történt semmi. Nincsen Igen. ezer éves múltam. Nem vagyok mit tudom én hány éves. Horoszkopom, azt sem tudom, hogy horoszkop. Fogalmam sincs. Van nekem egy identitásom, és az identitás az most van. Most adja rám Isten, ott van velem. Ő az én identitásom. Az ő lelke benne, az én szívemben. Az az identitásom nekem. És elfeledtem a múltat, és jövőm sincsen. Csak egy tökéletes jelenem, Isten jelen létében. Ennyi? Mi Igen, kettő? pontosan, de gyönyörű, jaj, de jó hallgatni. Nagyon jó, nagyon Renát, örülök. menj vissza abba a városba, itt származó, ezt most jelképesen mondom, ne menj is abba, oda menj, ahova jelképe vezet, és mondd el, Igen. mi dicsőséges dolgot tett fel az Úristen. Egyszerű szavakkal, nem kell senkivel sem vitázni, engedd, hogy a lélek beszéljen. Istenek, hogy helyette beszélje. És azáltal Igen. fog megszabadítani még nagyon sok embert. Ennyi, Renáta. Ennyire Igen. egyszerű a tudomány. Az igaz, Pontosan. Élő tudomány. Az élet tudománya. Úgyhogy ennyi. Ennyi, kész. Renáta. Jaj, de aranyosak vattok. Igen, aranyosak vattok. Ha nem haragszol, én lassan fogok végezni, mert a párom csinálja a csirkét. Én utóbbi időben halat kívánom, a csípőset, meg a csirkét. De az az igazság, hogy tegnap hallgattam, hogy többet eszik, nem tudom, hogy hívják, hogy mint lelki eledelt is, meg földi eledelt is. Én meg fordítva volt. Én meg annyit ettem, én nem ettem, mint pálcám. És most meg valahogy én is csak úgy, hogy valamit kinyitom a hűtőt, valamit látok, kiveszem, beleharapom, utána megint elfelejkezzek enni, hogy még jó is így nekem. Pontosan, Renáta, ez a lényeg, hogy átfordítjuk a mi éhségünket. Az éhségünket is Istentől kaptuk. Ezt arra kaptuk, hogy az éhséget ráfordítjuk, hogy magunkba együk. Azt mondja, egyétek az én testemet. Hát erre van az éhség, hogy együk az ő testét. Igen. Hogy végezzük az ő cselekedetét, hogy magunkra öltsük az ő testét, amit ő cselekedett. Ez jelenti, hogy enni az ő testét, cselekedni folyton és folyton azt, amit ő cselekedett és mutathatott nekünk. Inni az ő vérét, azt jelenti, hogy inni az ő szavait, inni az ő lelkületét. Beiszom az ő vérét jelképesen, ugye jelképesen. Beiszom az ő vérét, beiszom az ő szavait, beiszom az ő igazságát, és megcselekszem azt. Ennyi. És akkor egyszer azon kapom magad, hogy nem kell semmi. Most mit tegyek? Miért tegyek, hogy aztán kell kakáljak? Érted? Igen. Nem azt mondom, hogy most akkor mondjál le, hogy mondjuk le kajáról. Isten ezt elvégzi bennünk. Az ő dolga ez is. De a mi igazi eledelünk az. Az éhség erre van.
És a vágy, a másik, figyelj meg, Renáta, csak úgy, most már zárójel, rövidke zárójel le, a vágy, mire van? Hát mi azt hittük, hogy arra van, ugye a férfiak, hogy minél több nőt megtermékenyítsünk. Aztán menjünk tovább, ugye, menjünk körbe a világba, és mindenkit megtermékenyítünk. Igen, valóban erre van a vágy. De a lelki megtermékenyítésre, mert hány ember tévedik, hány lélek itt van a világban, aki örökös lehetne, aki megismerhetné Isten dicsőségét. Tessék, mehet a megtermékenyítés. Az éjség arra van, hogy magamba szívjam az ő eledelét, a mindennapi kenyeret magamba egye, és a vágy arra van, hogy azt kiadjam magamból, és szétszórjam, és megtörjem, és szétosszam mindenkinek. Aki kér belőle, kapjon mindenki ingyen, ajándékba. Ez az Isten országa. Renáta, legyen egy gyönyörűséges napot, dicsőséges napot. Nektek is, a szerelmes Istenünkkel és Jézusunkkal kérlek üdvözletemet Levikének, barátaidnak, családodnak. Nagyon szeretlek titeket, imádlak. Átadom, kedves Renáta, és ölelgetem a kedves párodat, és hát egyszer az Úristen úgy adja, hogy majd találkozunk is. Megpaskolom a vállát. Lesz lehetőségem rá. Azt elhiszem, úgy legyen. Legyen. Öleltelek, Renáta, Isten áldjon. Szép napot. Isten áldjon titeket is. Sziasztok, szia. Szia.